Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mi fért a mai műsorunkba. Dombóváron drogprevenciós előadással készülnek a szülőknek. A 122 éve született József Attila díjas magyar íróra emlékezünk. Február és március a borversenyek időszaka a dombóvári kistérségben. Az újraélesztés technikáját viszik el az iskolákba. A Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ezévi első ülésén meghatározta a 2022-es munkatervét, amely mentén drogprevenciós munkát végeznek majd a városban és a környező településeken. A megkezdett munka keretében a szülők számára egy fontos eseményt tartogat a február, amikor többek között a bódítószerek káros hatásaira világítanak majd rá. Megtartotta a 2022-es év első ülését a tavaly megalakult Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, amelyen nagy létszámban vettek részt az érdekeltek. Ezúttal három napi rendi pontban kellett döntést hoznia a fórum résztvevőinek. Nagy örömömre szolgált azt, hogy ismét nagyon nagy létszámban vettek részt ezen a második Dombóvári Kábítószer Egyeztető Fórumon az érdekeltek. Három nagyon fontos napirendi pontban jutottunk döntésre. Egyrészt megismerhettük a rendőrség részéről előadott adatokat, hogy Dombóváron milyen mértékben van jelen ez a kábítószerfogyasztás a büntetőeljárások terén. Másrészt a múlt ülésen elfogadott munkatervben meghatározott tevékenységeket sikerült végrehajtanunk, így azokat is elfogadtuk. Ennek keretében már nem csak a múltra, hanem a jövőre nézve is meghatároztuk, és ez már a harmadik napi rendi pontunk volt, hogy milyen jövőbeli intézkedéset teszünk. Legfontosabbnak tartom azt, hogy február végére egy szülői értekezlet kerül összehívásra, amelyben a szülők kapnak tájékoztatást arról, hogy hogyan ismerjék és hogyan kezeljék azt a helyzetet, hogyha esetleg úgy gondolják, hogy a gyermekük ezzel a drogfogyasztással érintett lehet. Az elfogadott 2022-es munkaterv értelmében meghatározásra kerültek azok az intézkedések, amelyekkel a fiatalokban kialakulhat egy olyan egészséges életszemlélet, melynek hatására képessé válnak visszautasítani a drogokat. Számos olyan programmal készülnek az idei évben, ami a kábítószer használat veszélyeire és következményeire is felhívja a figyelmet. A Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját mind a dombóvári intézmények, mind a környező települések fontosnak tartják, és ötleteikkel támogatják a drogprevenciós munkát. Kortárs segítőket reményeink szerint be tudjuk mutatni, akik majd a társaiknak ismertetik a drogfogyasztással, annak hátrányaival kapcsolatos gondolataikat. Reméljük, hogy ez is megelőzi majd ezt a drogfogyasztási tendenciának a növekedését Dombóváron. Ezen túlmenően pedig június 26-án kerül sor a kábítószer ellenes világnap alkalmából rendezvénysorozat tartására, amelynek programra még kidolgozás alatt áll, de reményeink szerint sor kerülhet olyan előadások megtartására, amik segítik majd a prevenciót, valamint szimulátor alkalmazására, amivel meg lehet tapasztalni azt, hogy milyen, aki esetleg drog hatása alatt vezet, illetve hát egyéb ötleteket még majd ezek kidolgozás alatt vannak, hogy milyen programok lesznek. A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai statisztikai adatokat osztottak meg a jelenlévőkkel. Mint az a rendőrségi beszámoló elhangzott, ezek a számok nem a drogfogyasztással kapcsolatos bűncselekmények látenciája, tekintettel arra, hogy csomó újfajta drog jelenik meg, sajnos nem teljesen tükrözi a valóságot. A rendőrség is úgy gondolja, de szerintem mindenki más úgy érzékel, hogy ennél nagyobb számok vannak a valóságban. Ettől függetlenül a rendőrség azért mindent megtesz, amit tud ezeknek a felderítésére, és ezekben elég sikeres is. Tehát ami számokat ismertünk, abban azért ezek az eljárások mind úgy végződtek, hogy feltárták azokat az elkövetőket vagy érintetteket, akik ebben szerepeltek, illetve több esetben került sor arra, hogy eltereljék őket, tehát hogy a drogfogyasztásról őket másik irányba tereljék, ez nagyon jó, de azt gondolom sajnos, hogy ennek a bűncselekmények nagyobb az elterjedése, mint amennyi a hatóság látékörébe kerül. A Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum soron következő ülésére majd április második felében kerül sor. Az erdész vadász irodalom egyik legismertebb művelője, Fekete István, 122 éve született Göllében. Emlékét már több mint két évtizede őrzi és mutatja be a nevét viselő Dombóvári Múzeum. A relikviák között, amiket a család adományozott, megtalálható egy toll, mellyel műveit írta, de sok személyes tárgy is, ami az író mindennapjainak részét képezte. Rövid összeállításunkba most ráemlékezünk.
Valószínűleg nem igen akad olyan háztartás, ahol ne lenne fellelhető legalább egy darab Fekete István mű. Az író 122 éve 1900-ban született a Somogy megyei Göllében, ami 20 kilométerre fekszik Dombovártól. A városban 1995-ben nyílt meg a múzeum, ami emlékét őrzi. Mivel jó magam is ott születtem, én már 10 éves koromban tudtam, hogy ki a Fekete István. A pajtársait, gyerekkori pajtársait személyesen ismertem, Berta Jancsi bácsi, Deres Laci bácsi, Táskő Ternő bácsit, Bodó Béla bátyámat, és hát Csár Sándortól kezdve mind ismertem, akik még akkor éltek, és ahogy írja a ballagó időben, talpigbecsületes magyar emberek voltak. Na most az első könyvet én a Kopmányokat testemeltem, kaptam a szüleimtől karácsonyra, és én ugye mindig szerettem a történelmet, és ez a könyv engem megragadott, és én attól kezdve elhatároztam, hogy Fekete István emlékét fogom ápolni. Fekete István József Attila díjas magyar író, számos regény, ifjúsági könyv és állattörténet írója iránt érzett tisztelete vitte rá, egykori tanárának segítségével Imrét arra, hogy levelet küldjön az írónak. Írtam neki levelet, ő válaszolt, 16 éves voltam akkor, és leleveleztük, hogy 1970 nyarán, miután megjönnek Ausztriából a lányuktól, az Editkétől, akkor fölmehetek Budapestre, megismerkedhetünk személyesen. Sajnos közben jött a szívroham, és ugye 1970. június 23-án hajnali fél háromkor elhunyt, és 25-én temették a Farkasréti temetőben. Ezután fölvettem a kapcsolatot az özvegyel, hát volt azért egy kis kihagyás, ugye én is tanultam, főiskolát végeztem, közben katona is voltam, tehát 1976-ban kezdtem el írni Göllekösség szülőfalunk krónikáját, majd két kötetben meg is jelent azóta, akkor fölvettem az özvegyel a kapcsolatot, és a Zenitnétől kaptam tulajdonképpen minden alkalommal, amikor meglátogattam személyes tárgyakat, könyveket, és így kezdődött ez az egész gyűjteménynek a megvalósulása. Ugye Dombovának akkor nem volt múzeum, a 1995-ben, amikor én ezt megnyitottam, ezt az első termet, ahol most vagyunk. Aztán azóta már 2001-ben, 2011-ben és 2021-ben bővült a gyűjtemény, most 4 teremben láthatók Fekete István relikviái. Sokan kíváncsiak a Dombováron látható gyűjteményre, amelyből jobban megismerhetik Fekete Istvánt. Tavaly nyáron nagyon sokan jöttek, diákok, családok, nyugdíjas klubok, vadászok, vadásztársaságok, tehát azért szeretik, tisztelik Fekete Istvánt, és hát nem véletlenül ugye 20. század legnépszerűbb bírója mai napig is. A legfontosabb szerintem a tolla, amivel utoljára írt, ezt az Editnétől kaptam ajándékba, és hát ez nekem nagyon kedves relikvia, de hát itt vannak nálam ugye az utálbelétől kezdve az iskolai bizonyítványai, a születésanyagkönyvi kivonattól kezdve minden személyes tárgy megtalálható, a cigarettatartója, aztán a rádiója, a telefonja itt van nálam, tehát nagyon sok minden tárgy köt hozzá, és sajnos, mint említettem, én személyesen nem ismertem, de halála megerősített abban, hogy nekem ezt a missziót folytatni kell, hogy úgy mondjam. Na most ugye közben kiderült, hogy az édesapja Fekete Árpád, a néhai göllei kantortanító, szintén itt született Dombováron, és amikor én ezt megtudtam, az Editnél írta egyik levelében, hogy úgy emlékszik, az apus a Dombováron született, és akkor írta a levelében, hogy Imréska, légy szíves, nézd meg a plébánosnál, és valóban 1863. október 5-én Dombovár 12-es számú házban született. Na most a nagypapát pedig Fekete Antalnak hívták, ő uradalmi építész volt itt az Eszterházi családnál, ugye Dombovár Eszterházi birtokközpont volt, és itt is van eltemetve Fekete Antal, a testvérével Györggyel együtt, a György pedig gazdatiszt volt, de ő a Dőri birtokon, és mivel Dombovár Dőri birtok központ volt, őt is ide hozták eltemetni. Hazánkban nincs még egy olyan magyar író-költő, akinek 19 emlékhely őrizné a relikviáit. Emlékmúzeum ugye a Göllében szülőház, az már 1987-ben átadásra került, aztán 5-6 évvel felújításra került, jelenleg ott is 4 teremben láthatók relikviák. Ezen kívül Ajkán van, a Városi Múzeumban Fekete István emlékszoba, illetve a Kis-Balatonnál a Diás-szigeten van szintén Fekete István emlékszoba. A többi helyen
emléktáblák, szobrok őrzik a nevét. Nem véletlen, én már 2015-ben a Tolna megyei és a Somogy megyei értéktár bizottsággal karöltve felterjesztettük a Magyar Hungarikum Bizottsághoz Fekete István író életét és munkásságát. Hát sajnos még eddig ez erre döntés nem született. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb megkapja ezt a Hungarikum díjat. Én örülnék neki, mert a fia, az ifja Fekete István Chicagóban, aki most majd február 27-én betölti a 91. évét, szeretném, ha ő ezt még megérné, hogy az édesapja megkapná ezt a rangos elismerést. Fekete Istvánhoz igen közel állt a természet, úgy fogalmazott, a vadászatot az erdőért szerette, az erdőért viszont nem a vadászat, hanem annak lakói miatt rajongott, akikben soha életében nem kellett csalódnia, ellentétben az emberekkel. A múzeumban nyílt új terem is a vadászati témával foglalkozik. Kaptam én egy felhívást, hogy pályázzak, ugyanis tavaly volt a vadászati világkiállítás, és hát megpályáztam a bővítésre egy vadászati teremmel. Beállított egy bácsi a lányával, 93 éves, Tokai Károlynak hívják, vadász és agronomus volt szintén, Dalmondon meg több helyen dolgozott itt a Dél-Dunántúlon, és azt mondta, hogy ő tulajdonképpen nem is a múzeumot szeretné megtekinteni, hanem adományt szeretne átadni a múzeum részére, és a vadászati témájú könyveit megkaptam. Egy itthon lezajlott könyvszavazás szerint a 100 legjobb könyvbe Fekete István 4 klasszikus művét, a Tüskevárat, a Vukkot, a Bogáncsot és a Téli Berek címet viselőt is beválasztották a szavazók. Ez is mutatja, hogy a mai napig közkedveltek írásai. Az utóbbi két évtizedben egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott Dombóváron a gyümölcs és szőlőtermesztés iránt. Az idén 50 éves fennállását ünneplő Dombóvári Kertbarát Egyesület meg is tesz mindent annak érdekében, hogy olyan programokat szervezzen, ahol bővíthetik az érdeklődők ez irányú ismereteit. A tudás gyarapítása mellett fontos a megtermeltről kapott visszajelzés. Erre kitűnő alkalmat kínálnak a borversenyek, melyekre hamarosan készíthetik a gazdák a boraikat. A szőlőművelés valamikor az emberek mindennapjainak része volt, természetes volt, hogy van családi szőlőbirtok. Mára jobbára csak az idősebb korosztály műveli meg ezeket a területeket. Dombóvár, mint ahogy tudjuk, nem tartozik a történelmi borvidékek közé, sőt a jó bortermő vidékek kategóriájában sincs besorolva. Ennek pedig az az oka, hogy nincsenek akkora összefüggő szőlőterületek és olyan nagy területarány, ami ezt lehetővé tenni. Ennek ellenére a talajadottságok, az ökológiai adottságok kiválóak a szőlőtermesztéshez, és nagyon sok olyan ember van, aki nagyon szeret ezzel foglalkozni, részben a saját szükségleteinek és a családi szükségleteinek a kielégítéséhez, részben pedig a szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatban ott le tudja kötni magát, és nem beszélve arról, hogy az elért sikerek viszont nagyon nagy örömöt okoznak neki, és ezáltal még fokozódik a szőlészet iránti kedve. A borászoknál nem kötelező a szakmai végzettség, azonban a Dombóvári Kertbarát Egyesület, most lesz az 50. évfordulója megalakulásának, egyesítette magába azokat az embereket, akik szerették a virágkertészetet, a gyümölcskertészetet, a zöldségtermesztést, és a gyümölcs és a szőlőtermesztést is, és az utóbbi két évtizedben az érdeklődés a szőlészet és a borászat irányába tolódott el. Ezért nagyon sokan szükségesnek látták, annak ellenére, hogy minden évben részt vettünk szakmai továbbképzésen, több alkalommal is, szükségesnek látták azt, hogy ők maguk is megszerezzék a szükséges szakmai képesítést, és letették a borszakértői vizsgát, ami nem csak a borok minősítésére, hanem a szőlő ápolására, gondozására és a borok készítésével is foglalkozik. A borászok több ezer éve arra törekszenek, hogy minél jobb minőségű bort szolgáljanak fel a fogyasztók asztalára. A bor minősége nem egy konkrét számadattal jellemezhető paraméter. A megmérettetés mégis fontos a termelők számára. Erre adnak lehetőséget a borversenyek.
Mindig szerettem a népi bölcsességeket, és a népi bölcsesség az azt mondja ki, hogy az ember ne kóstolja meg a saját borát, mert arról nem tud véleményt mondani, csak jó véleményt tud mondani. Ezért a borokat mindig idegen emberekkel kell megkóstoltatni, és így alakult ki a Dombóvári Kertbarát Egyesületen belül egy olyan borbírói csapat, akik megfelelő szakmai végzettséggel rendelkeznek, és a borokat objektív módon kell elbírálni. Tehát nem lehet azt figyelembe venni a bor minősítésénél, hogy ki ez a bor, vagy milyen a bornak a fajtája, fehér bor, vörös bor, rozé bor, hanem a bornak a tulajdonságait kell vizsgálni, és utána kell elmondani a boros gazdának az eredményhirdetésnél, hogy mit tapasztaltunk, mi az, amit jól csinált, és ezt így kell folytatni, mi az, amiben esetleg hibázott, és ezt még ki lehet küszöbölni, és mi az, amit nagyon rosszul csinált, és így ezzel a borral nem lehet eljönni a borversenyre. A borversenyeket általában mindig január, február, március hónapokban szoktuk megtartani. Erre azért van szükség, mert a boroknak egy bizonyos érési folyamatra van szükségük. Tehát amikor leszületeljük a bort, és megtörténik a boroknak a hordóba való betöltése, egy bizonyos idő elteltével meg kell fejteni, hogy a levegő részecskék, amik leülnek a hordó aljára, azoktól megtisztítsuk, és le kell ilyenkor kénezni, tehát a szükséges ápolási feladatokat el kell végezni. Január elején ez a folyamat, vagy ez a teendő is megismétlődik, ismét bekövetkezik a borfejtés, és ezt követően, amikor a borok ismét már megállapodtak, és az úgynevezett másodlagos vagy malolaktikus erjedésen is áttestek, akkor szabad a borversenyt megrendezni, tehát érett, fogyasztásra alkalmas borokat szabad a borversenyre elvinni, és azokat lehet objektíven és szakszerűen minősíteni. Erre a minősítetésre adnak lehetőséget a Dombóvári és a térségben megrendezett borversenyek is, melyek időpontjai már kiválasztásra kerültek. Ennek a háromnegyed része már eljutott hozzám, tehát már megvan, hogy az idei borversenyek mikor kezdődnek, február közepén, és vége lesz március végén a borversenyeknek. És minden faluba, amikor megvan a borverseny, utána kimegy a borbírói csapat, mikor elkészültek az oklevelek és az érmék, és akkor értékeljük a borokat. És a borok értékelésénél elmondjuk azt, hogy mi az, ami jó, mi az, ami kevésbé jó, mi az, amilyen változtatni kell. Az előző évek sikeresnek mondhatóak a dombóvári gazdák számára, hiszen a Dél-Dunántúli régió Pécsi Borklubjának kistermelői versenyén szép sikereket zsebeltek be a gazdák. Dombóváron igyekeznek az iskolák mindennapjaiba becsempészni egy olyan tanórán kívüli tanulási lehetőséget, ami a diákok számára olyan tudást adna, amely elsajátítása esetén egy-egy vészhelyzetben nem a pánik és a félelem uralkodna el, hanem a tudás birtokában szakszerűen tudnának segítséget nyújtani. Erről egyeztettek az oktatási intézmények vezetőivel Dombóváron a polgármesteri hivatalban, de már mutatom is a részleteket. Dombóváron tavaly ősszel sokan szorítottak Gerber Istvánért, aki egy reggel kislánya iskolájában lett rosszul, de a tanárok határozott fellépésének köszönhetően sikerült újraélesztéssel esélyt adniuk a felgyógyulására. István nagyon hálás ezért, és még decemberben kezdeményezte Pintér Szilárd polgármesternél az újraélesztés gyakorlatának népszerűsítését a diákok körében, melyhez a Dombóvári Mentő Alapítvány is csatlakozott. Gondolat onnan jött, hogy egy túlélőnek is hívhatom már magamat. Egy hétfői reggel a kislányomat vittem az iskolába, és az osztályban elájultam, összeestem, és produkáltam egy szívleállást, és a tantestületnek és az ott lévő tanároknak köszönhetem az életemet, akik szinte egyik percről a másikra az első pánik után tudták, hogy mit kell tenniük, és elkezdték az újraélesztésemet, és még egy kis szerencsém, hogy 8 percen belül ott voltak a mentősök is, és így gondosan el tudták végezni, amit ilyenkor kell tenni. És azt gondolom, hogy ez elég példaértékű a mai világban a szerencse mellett, hogy így meg tudtak menteni egy emberi életet, hiszen itt állhatok a mikrofon előtt,
és ennek apropóján elindítottunk egy-két gondolatot, hogy ezt hogy lehetne az iskolákban akár egy a tanulásba beépíteni, a tantervbe beépíteni, hogy ne a, rögtön a pánik legyen úrrá, akár a tanárokon vagy a gyerekeken, hanem tudjanak alapvető intézkedési formákat. A saját gyermekén kívül sokan szemtanúi voltak a határozott, gyors segítségnek köszönhetően jól végződött rosszul létének. Sok embert sokkolt, hiszen ott volt a saját kislányom előtt történt az eset. Szerencsére, hogy így jó lett a vége, egy kicsit most úgy állnak apához, mint egy legendához. Tehát most menő apukájuk van. Ő még azt mondom, aki ott volt, a lányom, ő még 10 éves. Tehát ahhoz, hogy ők azért ilyenkor tudják, hogy mit kell tenni a telefonos, vagy a telefonáláson kívül, azért ők még ahhoz kicsik, de biztos vagyok benne, hogyha ezt ilyen játékos formában elkezdjük nekik oktatni, akár mentős szakemberekkel keresztül, biztos, hogy már nem éri őket talán olyan sokként. A város polgármestere a kezdeményezés mögé állt, hogy az újraélesztés gyakorlatát vigyék el az iskolákba, így 7 oktatási intézmény egy-egy képviselőjével, vezetőjével közösen ültek le a részletek megbeszélésével, kidolgozásával kapcsolatban. Az intézményvezetők mindenképpen pozitívan fogadták, hogy mi, mint a Dombóvári Mentő Alapítvány, illetve hát szerintem István nem mondta, de ő is a Dombóvári Mentő Alapítvány kuratóriumának tagja. Tehát az ő példája ékesen bizonyítja, hogy igenis szükség van erre a tudásra, és mivel mint az oktatási rendszerben még nem kapott helyet, hogy legyen hivatalos oktatás, ezért szeretnénk meglátogatni az intézményeket Dombóváron, és mindenképpen promotálni annak fontosságát, hogy az alapvető eszköz nélkül újraélesztés az egy nagyon fontos és hasznos tudás, életeket menthet, illetve azok a periareszt helyzetek, légúti idegentest, mit tegyünk, hogyha valaki félrenyelt valakit, vagy mit tegyünk, hogyha ha epilepsziás rohamot kap valaki, vagy fulladni kezd, hogy ezeket hogy lehet megoldani laikushoz mérten a legjobban. Ebben szeretnénk segíteni az intézményeknek. Illetve első körben a tantestület arra alkalmas és fogékony tagjait kiképezni mindenre. Hosszú távú együttműködésben gondolkodnak, fórumokon, nyílt napokon, képzéseken fogják első körben a pedagógusoknak megmutatni az alapokat, majd a diákoknak és rajtuk keresztül szüleiket is szeretnék bevonni az újraélesztés minél szélesebb körben való elsajátítása érdekében Dombóváron. Amikor összeültünk, hogy akkor erről beszélgessünk kicsit, nem volt háttérinformációnk arról, hogy melyik intézményben hogy áll ezeknek a képességeknek az elsajátítása. De úgy látom, hogy azért, mivel mindenki pozitívan fogadta, szükség lesz rá. Az a legnagyobb probléma, hogy amikor az ember inkompetensnek érzi magát egy dologban, tehát attól fél, hogy jaj, nem vagyok jó benne, mi lesz, ha elrontom, milyen bajt csinálok, ugye akkor jön a lefagyás, meg a helyzetben a sokkolódás, hogy te jó ég, most mi legyen. Viszont minél inkább elmélyül egy képesség, vagy minél többször begyakorol az ember egy mozdulatsort, amikor már-már gondolkodás nélkül képes cselekedni, akkor ez felül tudja írni a stresszre adott elsőleges lefagyásos választ. A hangsúly az elsősegélynyújtás oktatás rendszerességén van. Erről többen határozott álláspontot alakítottak ki az egyeztetés alkalmával. Pintér Szilárd polgármester kiemelte, hogy az iskolákkal, valamint az alapítvánnyal együttműködve szép sikereket érhetnek el a dombóvári közösségben. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!